Egyre idegesebb a Biden kormány, ezért küldtek háborúpárti utasításokat Gyurcsányéknak. Ezt írta az Origo. Azután, hogy tegnap David Pressman nagykövettel és egy háborúpárti demokrata politikussal Jason Crow-val egyeztetett Gyurcsány Ferenc felesége. Vagyis a portál szerint a megbeszélés arról szólt, hogyan tudják fokozni a nyomást a magyar kormányon, hogy Magyarország lépjen be a háborúba. Az M1-nek nyilatkozó elemző is arról beszélt, Jason Crow azért Dobrev Klárával találkozott, mert mindketten háborúpártiak. Mosolyogva kedélyesen beszélget Dobrev Klára David Pressman amerikai nagykövettel és Jason Crow demokrata kongresszusi képviselővel azokon a fotókon, amiket a nagykövetség osztott meg. Az amerikai külképviselet a Facebookon azt írta, Jason Crow Dobrev Kláráékkal a magyar politikai spektrumot jellemző sokszínű nézetekről folytatott eszmecserét. A demokrata képviselő pedig budapesti látogatásáról a közösségi oldalán úgy fogalmazott, a nagykövettel Ukrajna támogatásáról és a demokrácia népszerűsítéséről beszélgettek. Az egyeztetésről Gyurcsány Ferenc felesége is beszámolt a közösségi oldalán, ahol lelkendezve írta, hogy mennyire örült, hogy találkozott Jason Crow-val és David Pressmannel. Dobrev Klára szemben a nagykövetséggel nem árult el részleteket a beszélgetésről. I'm Jason Crow. Jason Crow az egyik olyan demokrata politikus, aki kulcs szerepet játszotta a 2019-ben Donald Trump ellen indított jogi eljárásban, amellyel az akkori amerikai elnököt még hivatali ideje alatt akarták elmozdítani. A képviselő arról is ismert, hogy ő az egyik leginkább háborúpárti politikus az USA-ban. Az Origo ennek kapcsán arról írt, Jason Crow többször hangot adott például annak, hogy támogatja az Ukrajnának nyújtott fegyverküldéseket, és ezügyben folyamatosan együttműködik a Biden adminisztrációval. Egy az ő vezetésével fogalmazott levélben kérte például több képviselő közösen Joe Biden-től lőszerek, rakéták, tankok és F-16-os repülők küldését Ukrajnába. A Gyurcsánynéval való találkozó arról szólhatott, hogyan tudják fokozni a nyomást a magyar kormányon, hogy lépjen be Magyarország az orosz-ukrán háborúba, pörgesse fel a fegyverszállításokat, és minden a magyar gazdaságot hátrányosan érintő szankciót is szavazzon meg. Emelte ki cikkében az Origo. Hozzáteszik. Érdekes, hogy ezt David Pressman elhallgatta, ő csak a bilaterális és a civil kapcsolatokról írt. So far from the norms. David Pressman tevékenysége annyira távol áll a diplomáciától, hogy nehéz elhinni, hogy még mindig hivatalban lehet. Budapesti beszédében így jellemezte a nagykövetet Tucker Carlson. A véleményvezér bocsánatot kért a magyaroktól David Pressman viselkedése miatt, akit abszurdnak és grotesznek nevezett. Tucker Carlson szerint azonnal meg kellene szüntetni a nagykövet mandátumát. Borzasztóan elhibázott reakció. Koskovics Zoltán, az Alapjogokért Központ geopolitikai elemzője szerint Dobrev Klára találkozója David Pressmannel és a háborúpárti Jason Crow-val egy elhibázott válasz volt Tucker Carlson Orbán Viktorral készített interjújára. Amelyből nem fog tudni jól kijönni sem Dobrev Klára, sem pedig David Pressman. Az amerikai nagykövet sajnos sorozatban követi el nagyobbnál nagyobb hibákat. Jason Crow azért Dobrev Klárával találkozott, mert mindketten háborúpártiak. Erről már Szikra Levente, az Alapjogokért Központ vezető elemzője beszélt az M1-en. Dobrev Klára is, és az egész demokratikus koalíció azt az álláspontot képviseli szintén, ami a fegyverszállításoknak a megindítására vonatkozik, tehát ők azt támogatják, azt az álláspontot képviselik, ami Magyarországnak a háborúba való közvetlenebb bevonódását eredményezni. És ebben az értelemben nyilvánvalóan az egyetértés az megvan. Az elemző szerint ez megmagyarázza, hogy miért is érkezett annyi dollár a baloldal kampányára. Mégpedig azért tette hozzá, hogy ha kormányra kerülnének, akkor olyan politikát képviseljenek, ami a baloldali amerikai kormányzat érdekeinek megfelel.